Üdvözlöm a szubjektív nézőit! 2011-ben a Magyar Nemzeti Tanács és a Fórum Könyvkiadó Intézet meghívásos regénypályázatot hirdetett, aminek a nyertes regénye a Tükörtestvér, a nyertes írója pedig Tunyó Kis Tamás. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban. Azt nyilatkoztad, hogy lesz egy könyv rajta a nevemmel, talán most már író vagyok én is. Író vagy most már? Így, hogy van egy könyved rajta a neveddel. Kezdek megbarátkozni a gondolattal, igen, most már. Azt mondom, hogy igen. Mármint ez még mindig csak az eleje ennek az egész folyamatnak, meg ennek a zíróiságnak, de most már hát egyre jobb, és egyre inkább ezt érzem. Nagyon fiatal vagy. Ahhoz, lesz. Hogy első regényes legyen, meg szabad kérdeznem, hogy hány évesen sikerült ez neked? Hát most leszek 26 éves, tehát ergo 24-5 évesen kezdtem bele. Szegeden tanulsz? Igen, most épp igen. Mit? Ifjúságsegítő szakon tanulok, ami egy ilyen 2 éves felsőfokú szakképzés a Juhász Gyula karán. És ezt megelőzően? És ott fogok fejezni. Tessék? Ezt megelőzően? Ezt megelőzően az Újvidéki Egyetem magyar tanszékén fejeztem. És hogyan került sor erre a Tükörtestvérre? Tehát még mielőtt meghívtak volna erre a regénypályázatra, akkor már elkezdted írni, gondolom. Nem kezdtem el írni, hanem akkor kezdtem el, amikor szóltak, hogy van ez a pályázat. Addig én még csak hát álomszerűen gondolkodtam a regény ötletének, hogy egyszer majd regénybe vágom a fejszímet. Szóval azt mondták, hogy Tunyók és Tamás írja egy regényt, és Tunyók és Tamás írt egy regényt. Hát nagyjából igen, igen. Hát nem volt itt úgymond nagy gondolkodás, meg dilemma. Hát én örültem a lehetőségnek nyilván, hogy ez megadatott, úgyhogy... Arról nem is beszélve, hogy nem akárkit ütöttél ki a nyerekből, Aaron Bloomot konkrétan, a Biciklizéseim török Zolival című nagyszerű kötet szerzőjét. Többek között. Többek között, így van. Ki volt a bírálóbizottság tagja, ezt tudod, aki rámont azon ment? Hát Bányai János volt az egyik, aki nem is rég beszélt az Újvidéki Rádióban a regényről egy pár szót, nagyon kedvesen, illetve hát volt még Patócs László, aki hát szinte az én korosztályom, de hát már ő is azért a doktoriát írja, tehát ő is konyít azért jócskán az irodalomhoz, illetve hát Harkai Vassiva volt a harmadik zsűri tag, mint hölgy. Egyedül hölgy, úgyhogy azt mondom, hát a Harkai Vasiva tanárnő engem tanított még az egyetemen, illetve hát a Lacival együtt ők is ott voltak az én diploma munkám védésekor, és hát önálló védtem a diplomámat. Ez azt jelenti, hogy ilyen ígéretes hallgató voltál? Hát nem voltam az a tízesekkel kiemelkedő fajta, de szerintem minden tanár emlékezett rám ezért vagy azért, mármint... Novellákat írt el esetleg? Novella, igen, azokkal kezdtem, úgyhogy már akkor beindult meg, hát apróbb rendezvényeken ott voltam általában, úgyhogy nem voltam az eminens diák kategória, de azért ott voltam valahol, ahol felfigyelhettek hát rá konkrétan egészen. A Tükörtestvérről szóljunk néhány szót, nem mondható egy vaskos regénynek, viszont annál élvezetesebb, azt kell mondjam. Én egészen körülbelül a felénél tartok most, mert tehát nagyjából a regény feléig tudunk beszélgetni erről a témáról. Jó. Két helyszínen játszódik a regény. Melyik ez a két helyszín? Hát Szeged és Kanizsa, Magyar Kanizsa. Adja magát a téma, mert hogy? Mert hogy én magyar kanizsai vagyok, és per pillanat épp valójában tényleg Szegeden tanulok, de akkoriban még nem adta magát ez a téma ilyen könnyedén magát, mert akkor még nem tanultam Szegeden, amikor elkezdtem a regényt írni, tehát akkor még az Újvidéki Egyetem hallgatója voltam, viszont már tudtam, hogy Szegedről fogok írni, mert ezt a kontrasztot szerettem, már akkor kitaláltam ezt, hogy ilyen határon, innen és túl lesz. Akkor ez a szegedi vonal, ez egy teljes fikció? Igen, azt lehet mondani, hát nyilván. Viszont a regény nyelvezete az teljesen... Hát behatárolva talán a 18 és a 27-8 éves korosztály nyelvezetét, gondolkodásmódját, habitusát öleli fel. Jó meglátás, abszolút. Így, ezt próbáltam én is elérni, meg így szólni ezekkel a szavakkal, meg azokkal a mondatokkal, hogy őket
célozzam meg, illetve hogy őket buzdítsam olvasásra. Milyen történeti vázon indultál el? Illetve mi az a történeti váz, ami átível a regényen, ha van ilyen egyáltalán? A történet önmagában nem túl extravagáns, vagy nem túl extrém. A történetiséget inkább fejben kell keresni, tehát az elbeszélő fejében, meg az ő, hát igen, az ő lelki világában, mert ez inkább egy belső változásról szól, egy belső fejlődésről, egyféle felnőtté válásról, egy kis érésről, vagy nem is tudom. Úgyhogy ez adta az ötletet, hogy hát, hogy a múltba való visszaemlékezéssel elemezze a saját életét, és megnézze, hogy mire jutott, mit változott azóta is. Igen, mert hogyha jól értelmeztem, akkor a kanizsai vonalad az egy jelen vonal, igen. És a szegedi vonal az pedig egy múlt történetet, bár most ugye kiderült, hogy ez egy fiktív történet, de amíg olvasod, azért nagyon jó, mert hogy teljes realitásában érzékelhető. Hát, örülök. Viszont érdekes, hogy a valóság szót, ezt mindig áthúzod a regényben. Ez annak a folyamánya, hogy a múlt az már elmúlt, a jövő az lesz, és hogy a valóság az ilyen értelemben akár már nincs is, mert a következő pillanat már megint múlt, vagy egy teljesen más megközelítés? Hát épp ez az, hogy ezerféle megközelítése van ennek a valóságnak is, és ahogy te mondtad, ez az időben való gondolkodás megint jól kifejezi azt, hogy én miért húztam például át, mert ez is lehet, hogy időben se lehet megragadni a pillanatot, és a valóság is ugyanennyire képlékeny, mert megfoghatatlan, legalábbis az én fejemben. Meg hát eleve nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy lehet kifejezni a valóságot, mivel eleve a mi valóságunkat elég nehéz fölfogni. Van is egy ilyen példa a könyvben, hogy a hal se érti a vizet, ami körülveszi, és nem tudja megnevezni, meg nyilván nem tudja, hogy ezt víznek hívják. Hát valahogy ilyen az elbeszélő valósága is, hogy nyilván létezik, vagy valami van, de nem tudja, hogy micsoda, és nem meri megnevezni, és ezért inkább áthúzza. Ezek szerint csak megtapasztalás szintjén létezik, nem a tudatosság szintjén? Hát igen. Tehát átélés szintjén. Így van, mert ha tudati szintre viszi el a gondolatmenetet, akkor belezavarodik, meg egy útvesztőbe kerül. Nem csak a valósággal játszol a regényen belül, hanem több ilyen motivumod is van, vagy metaforáid vannak. Az egyik ilyen a tükör. Ugye a regény címe is a tükörtestvér. Most én arra gondoltam, számomra így a könyv feléig a tükörtestvér az akár Szegedet és Kanizsát is jelentheti. Akár a két testvér, vagy nem tudom, hogy testvérvárosok-e, de hogy mindenféleképp, hogyha nem is politikai értelemben, vagy közéleti értelemben testvérváros, de elméleti szintén akár az is lehet, vagy történeti szinten. Hát megint csak egy jó meglátás, meg egy jó párhuzam szerintem is. Ez az én fejemből is megfordult, amikor ilyen pólusokat kerestem, ilyen kettőségeket a könyvben, akkor nyilván a tükör testvérei lehetnek akár egymásnak a két város is, a tükör pedig lehetne a Tisza-nak a víztükre például, és ugye hát ugyanaz a víztükör, de egyik oldalon még a Dóm tükre látszik, a másikon pedig a... Nem is a Tiszára gondoltam, én ezt a szembenállítást gondoltam, a két helyiség, igen. És a múlt és a jelen áthúzva szembenállítása akár. De a tükörrel nem csak így játszol, hanem egész filozófiai rendszert vezetsz fel, hogy az ember, amikor belenéz a tükörben, akkor mi történik. Hát igen, ez is szerintem egy érdekes és izgalmas dolog, és mégis olyan, hogy szerintem mindenki elgondolkodott már rajta, illetve hát nap mint nap nézünk a tükörbe, gondolom, mindenkinek úgy indul a napja, és hát érdekes, hogy azért megnézzük magunkat is olyankor, akár úgy is tekintetünk magunkra, mint egy másik személyre, ugye, akik nem mink vagyunk, mert hát a mi szemszögünk az a szemünk mögül történik, tehát onnan nézzük magunkat, és aztán megint csak szemből találkozunk magunkkal. Szóval ez egy kicsit megint csak játékosságra, meg elmélkedésre adhatok ott egy írónak, hogy fantáziálgasson a saját magunkkal való tükör előtti párbeszédre.
Egy picit ilyen skizofrén helyzet, hogy így egy picit skizofrén, igen. Ami nem baj. Nem. Hát, hogyha így veszük, akkor az írónak is kell ez a fajta skizofrén állapot ahhoz, hogy megírjon akár egy ilyen regényt. Te mennyire tudtál kilépni magadból, vagy mennyire van benned ez a kettősség, akár a tükör előtt, akár akkor, amikor írod a regényt? Vagy írtad? Fú, hát nem is tudom. Bennem van a kettőség, biztos, és... Hát igen, nem is tudom. Mindenkiben benne van ez a kettőség, szerintem. És bennem is valahogy úgy, mint az elbeszélőben, hogy az ő tükörtestvére valahogy néha bátrabb, szókimondóbb, kicsit nyíltabb, és ez néha hiányolja a saját énjéből. És lehet, hogy én is ilyen vagyok, és néha az én tükörtestvérem kell ahhoz, hogy most akkor egy nem is tudom, extrémebb szituációt, vagy egy polgárpukkasztóbb mondatot merjek papírra vetni, és akkor én is előhívom az én tükörtestvéremet, hogy lemerje írni azokat a dolgokat, és ne gondoljon arra, hogy majd valaki ezt rossz szemmel fogja látni esetleg. Nagyon erős szleng használatot, vagyis szlenget használsz a regényben, nagyon erős szleng használattal élsz, ha lehet így mondani. Ezt magánemberként is ugyanígy teszed? Tehát ugye ez a te sajátod, ez a fajta nyelvezet? Nem biztos. Mármint lehet, hogy egy csomó ilyen kifejezés benne volt, vagy benne van, vagy régen benne volt az én szókincsemben is. De sokszor azért törekednem kellett arra, hogy mondjuk a szegedi helyszíneken azért valamilyen szegedies szlengen szólaljon meg, amit én nem használok mondjuk. Nagyon más a szegedi nyelvezet? Most, hogy ott vagy, most már van, hiszen a fikcióból valóság lett áthúzva, vagy nem áthúzva? Más, igen. Érezhető a különbség, tehát szerintem bárkinek, aki már járt Szegeden, szerintem annak nem kell külön mondanom. Hát ugye hát a középzárta nagyon érzékeny már a fülünk szerintem is, és meghalljuk ezeket. De tényleg szavak szintjén is, meg szleng szintjén is, és érdekes eltérések vannak, meg érdekes kifejezések. Szóval, a másik ilyen motivum, amivel játszottál, az a csend, mint olyan. Tehát ugye Kanizsára mondják, hogy a csendvárosa, több ilyen kisváros és település van, ahol szintén lelassul az idő, vagy nagyon, nagyon hömpölyögben, nagyon lassan múlik. Szegeden ez nyilván egészen máshogy van, de nyilván ott is vannak csendpillanatok. Mik a te csendpillanataid? Hát az egyik csendpillanat az, amikor az elme elcsendesül, és akkor számomra az fontos, mert akkor lehet igazán írni. De igen, hát ezt mondanám, hogy akkor van igazi csend, amikor a fejünkben van csend, tehát valójában a Földön nem sok olyan hely van, ahol tényleg érezhető, vagy hallható, vagy nem hallható az igazi csend, amikor tényleg szinte vákumszerű űr van a levegőben. Úgyhogy inkább az a csend itt a mérvadó, amikor mi tudunk elcsendesedni a fejünkben, és kiszűrni mindent, ami zavar, vagy ami zajként jelentkezne. Úgyhogy én ezeket keresem, meg az elbeszélő is próbálja ezeket megkeresni, csak mint kiderül, a csendnek ezer arca van, és sokszor nem azt kapja, amit szeretne, és néha zavaró a csend, vagy nem olyan hangzása van a csendnek. Nekem pont az jött le az elbeszélő oldaláról, hogy amikor a külső zajok lecsendesednek, és megvalósul ez a fizikális csend, akkor a belső élményvilág meg pont felerősödik, és egyfajta belső zajt terem, tehát ez is akár egy kettősség lehet. Igen, abszolút. Akkor ezt én így abszolút jól vágom a regényt, tehát jól van megírva. Nincs is hozzáfűzni, nagyon jó olvasó vagy, abszolút. Mi a sorsa a tükörtestvérnek? Bábáskodsz a könyv felett? Igyekszem népszerűsíteni. Ez hogyan folyik? Azon túl, hogy hát az első labdás népszerűsítési mód az író-olvasó találkozó, amitől mindenki herótot kap. Igen. Azt is hallottam, hogy a tiéd egy picit másmilyen volt Kanizsán, és ugye nagyon vicces figura vagy. Hát most lehet, hogy vicces figura vagyok, de az inkább biztos, hogy a kanizsai könyvbemutató annak volt visszhangja, meg volt egy kis extravaganciája. Tény, hogy mindenki ehhez szokott manapság, hogy a könyvbemutató az egy unalmasnak mondott, kevés lélekszámot fölölelő, valamilyen lassú kis délutáni program.
Ennek ellenére a kanizsai könyvtár tele volt emberrel, még a lépcsőn is emberek ültek, meg már elég ülőhelyet sem tudtunk biztosítani. És egy ilyen kis jókedélyű este tudtunk szinte spontán előhozni. Bölcsész barátaimmal, zenész ismerőseimmel, zenész barátaimmal. Nagyon érdekes szavalások voltak, zenei kísérletek, mindenféle improvizatív koncert jellegű behatásokkal. Szóval a kanizsai könyvtudó az teljesen eltért ezektől a megszokott dolgoktól, és nagyon jó kis színfoltja lett a kanizsai. Neked van szabad arra vonatkozóan, hogy hogy nézzen ki egy ilyen est? Hát elvégre a te könyvedről van szó. Tehát nem mindegy, hogy mibe ágyazod be, és hogy fogod először prezentálni az emberek felé. Hát így van. Most szóval nincs meg, nem is tudom. Nem volt konkrét elképzelésem. Az egyetlen célom az volt, hogy mindenki érezze jól magát, és hogy megváltozzon a véleményük a könyvtudókról, meg a könyvekről úgy általában, és hogy ne azon a magasabb, nem is tudom, szellemi szinten, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, szóljunk, hanem az átlag ember, vagy a közember nyelvén beszélünk a könyvről, mert hát miért ne, ezt neki írtam. Úgyhogy ez így nézett ki. Meg hát tele voltak. Hogy van ez, hogy a közembernek érted? Tehát, hogy akkor beszéljünk irodalmi kánonról, és akkor van a, vagy beszélhetünk akár vajdasági irodalmi kánonról, és akik a hóh irodalmat művelik, meg van a közember, aki ezt olvassa, és te ezzel tudatosan játszottál? Hát nem akarok ezt ilyen sarkítottam most ezekben. Nem baj, azért vagyok én itt, hogy sarkítsak. Jó. Hát inkább mind a kettő féle olvasóhoz próbálok szólni, aki tényleg meglátja benne azokat a problémákat, amikor az elbeszélő a nyelvbe ütközik, meg a nyelv korlátaiba. Meg hát nyilván azt az olvasót is meg akarom szólítani, aki csak szórakozni szeretne a történeteken, vagy derülni a poénokon, vagy bármi. És ezt a kettőt próbáltam valahogy egyensúlyba hozni, hogy egyrészt, hogy a saját olvasatuk meglegyen, és hogy belekukkantsanak a másik világba is, hogy nem tudom, az egyetemi tanára a bulizós olvasatba, fordítva pedig a szép irodalmi, miben lép be. Nagyon erős a humor szerkezete a regénynek. Nyilván ezt az is generálja, hogy egy szókimondó stílust képviselsz folyamatosan. Igen. Meg tényleg fontosnak tartom a humort a könyvbe, és próbálok azért időnként, nem tudom, fél oldalanként, oldalanként valami vicceset is írni, mert szerintem a szórakoztatásnak az egyik legjobb módja a humorizálás. Úgyhogy ez akaratos törekvésem nekem, hogy de remélem azért nem tűnik erőtetetnek a humor. Tehát egyáltalán nem. Sőt, én ezt a könyvet néhány nappal ezelőtt kaptam meg, és azért is nem értem a végére, nem mint hogyha 200 oldalt annyira nehéz lehetne, ez akár egy estés történet is lehetne, de hogy pont a humor szerkezete, meg ez a nem is vicces, de egy nagyon sajátos körülírás, amiben megágyazol a történetnek, ezért generálja mindig azt, hogy vissza-vissza olvassak bizonyos részeket, és nem enged tovább menni, amíg valamilyen szinten meg nem emésztem. Tehát akár úgy is fogalmazhatnék, hogy egy nagyon laza történetvezetésű, teljesen kortárs nyelven írt, a mai fiatalság humorával megspékelt írás, és közben meg nagyon becsapós, mert hogy olyan gondolatokat generál közben, és olyan mélységekig tudsz lemenni, ami nem enged tovább menni. Hogy ez szándékos volt például? Vagy ez teljesen véletlenül így alakult? Hát, ha azt mondom, hogy szándékos, nem tudom, mennyire tűnök nagyképűnek, mert ezek a szavak nagyon jól hangoztak a te szádból most. Voltak ilyen törekvéseim, tényleg, hát igen. Mármint... Mert ez nem könnyű elérni, úgy gondolom, íróként sem, igen. Tehát... Nem könnyű, és tényleg nagyon sok útújavítgatásra szorul ilyenkor a könyv, de a kontrasztokat azt tényleg meg akarom teremteni, hogy egyszer, nem tudom, közönséges nyelven beszél, aztán pedig látjuk, hogy jön ezekkel a szavakkal, megüt egy mélyebb hangnemet, és teljesen érett gondolatok jönnek ugyanabból a szájból, aki először még, nem tudom, akár káromkodva viccelődött valamin. Tehát ilyen az élet is szerintem, ennyire sokoldalú és ennyire különös és érdekes mindenkinek a jelleme, hogy nem tudjuk megkerülni magunkba ezeket a dolgokat, hogy egyszerre vagyunk komolyak és komolytalanok, vagy gyerekesek és érettek, vagy bármi. Milyenek a visszajelzések?
Hát köszönöm a kérdésed, a mai este után azt mondom, hogy nagyon pozitívak. Most kezd... Jó, hát ez egy egyszemélyes történet, de kortársíró kollégák, olvasók. Hát azt, miután tényleg meghallgattam Bányai tanár úrnak a kritikáját a rádióban, annak nagyon örültem. Nagyon elismertem őt eddig is nyilván, meg hát nagyon sajnálom, hogy nem tanított az egyetemen már engem. Mi a fontosabb neked, hogy a tanárod dicsérő szavakkal illessen, illetve hát az irodalmi kánon, ha így tetszik, vagy az, hogy minél többen olvassák, és ahogy te mondtad, a közembernek tessék a regény? Szerintem ez elválaszolhatatlan már, mint mind a kettőre törekszem nyilván, mint író. Elsősorban valószínűleg az olvasókat akarom kielégíteni, és őket szeretném szórakoztatni, de hát ez nagyon pozitív, és nagyon sok további munkára sarkal az, hogyha látom, hogy a szakmai elismerés is van mögötte, mert lehet írni nyilván szórakoztató irodalmat, ugyanúgy, ahogy a televízióban is van különböző nagy nézettségű, ám kevésbé magvas tartalmú műsorok. Hát ugyanígy itt is azért mind a kettőt szeretném nyilván. Mert azért ez ritkán találkozik, tehát alapvetően ugye vagy az egyik fiókba teszik a történetet, igen, hogy akkor ez egy magas irodalmat képvisel, vagy mi irodalmat nevezd, ahogy akarod, akár nyelvezetét tekintve, akár a filozófiai hátterét tekintve, vagy pedig egy olvasott dolog, de akkor könnyűnek mérettetik. De hogy ezt az egyensúlyt elég nehéz lehet megtalálni. Hát igen, és fölvettem a kesztyűt ez ellen, hogy megpróbáltam ezt, ahogy az előbb is mondtam, így egyensúlyba hozni, hát és ha tényleg a visszajelzésekből tényleg látom, hogy mindenki megtalálta benne az esztétikát, meg a szórakozást. Tehát a bölcsész évfolyamtársaimon kívül, tényleg meg a tanáraim, meg bármi, tehát ezeken kívül a haverjaimon, hát nyilván még nem hallottam annyi kritikát, még eléggé friss a könyv, de hogy a fiatalabb, akár a középiskolás olvasók is elismerően beszéltek róla, csak hát nyilván más elemeket emeltek ki a könyv kapcsán. Úgyhogy egészen odáig elmegyek, hogy valakinek a szegedi sokkal jobban tetszik, vagy sokkal jobban beleillik az ő világába, mint a kanizsai. De hát ez megint csak kettősség, tehát ki van egyenlítve szerintem is. Legalábbis most már kezdem elhinni, hogy akkor csak sikerült ezt elérni, hogy mindenki ez elérjen. Kaptál-e újabb felkérést? Hát tulajdonképpen hát most nem is. Felkérést még konkrétan nem kaptam, de hát a Virág Gáborral, Aaron Blummal már beszélgettünk, mert hát időközben... De nem haragudott meg rád, hogy lenyúltad hát a regényt? Nyilván nem haragudott meg. Neki is nagyon tetszett a könyvem, úgyhogy szerintem örült neki. És az időközben tényleg ült a fórumnak az igazgatója, és beszélgettünk nemrég, és mondta, hogy most már, ha lesznek kézzeletem, akkor bátran szóljak neki, és akkor majd... És lesznek? Lesznek. Elárulod nekünk, hogy mind dolgozol? Hát még a semmin nem dolgozom. Szóval még a semmin dolgozom. Aha. Hát most kezdem az ötletelést, de még nem is akarok nagyon belemenni, mert még egy kicsit azért sütkéreznék ennek a könyvnek a visszajelzés sugaraiba, de... Nyilván már ez a sok pozitív dolog, amit kapok, már azt akarja bennem elindítani, hogy keressem tovább a hangomat, és lehet, hogy ettől még jobb lesz, mert ha egy kicsit még többet beleadok, én nem ezek időhatárhoz kötve meg bármi, akkor állok elébe, szívesen írnék én még. Azért nem könnyítetted meg a saját helyzetedet, mondjuk ki itt és most, hiszen aki ilyet ír elsőre, az aztán nem adhatja alább, meg nagyon stílusváltást sem engedhet meg, igen, magának, mert akkor hatalmas lesz a törés, vagy nem tudom, hogy megengedheted, de... Hát én sem tudom, hogy még ezt ne kockáztassam, mert szeretnék kicsit elrugaszkodni ettől a kamaszkori világtól, majd a következőben nyilván, meg akkor megmutatni, hogy én nem csak ezt a fajta hangnemet tudom megütni, ami egy újabb kihívás lesz nyilván majd számomra, de hát különben nem lenne benne kihívás, akkor nem is venném fel, így nem is akarnám. Szabadkán mikor lesz a könyvnek a bemutatója? Tudsz erről valamit, érkezett a felkérés? Ezt nem tudom. Most Zentára, Felsőhegyre megyünk, meg Budapestre, de tervek között van Szabadka is, így a közeli nagyobbi településekkel együtt.
De nem tudom, hogy mikor lesz ez még a jövő zenéje. Sok de a könyvben megvásárolható, akár Szabadkán is, tehát lévén, hogy a fórum könyvkiadó adta ki. Több városban is elérhető a könyv, sok városban van a kiadónak könyvesboltja, úgyhogy bátran lehet menni, Szabadkán is van. Meg hát eddig én is nagyon sokat terjesztettem, mert ezek közül meg Kanizsán sokat sikerült eladnom, de Szabadkán is elérhető, igen. Köszönöm szépen neked ezt a fajta furcsa valóságot áthúzva, és nem áthúzva is. Önöknek pedig azt tudom mondani, hogy jegyezzék meg Tunyuk és Tamás nevét, biztosan hallanak még róla. Köszönöm szépen. Köszönöm.